Ha egyszer feltűnik a szekszárd, illetve a környékbeli országutak mentén tarka kerékpáros szerelésben három kicsi fiú és egy nagyobb acskalány mögöttük az apukával, nagy az esély rá, hogy a Marmarosi családról van szó. Tipikus, egyben párját ritkító kerékpáros család az övék. Mert hogy előfordulhat, hogy az édesanyja is velük tartva alkalmasint bringára pattam majd. A családfő Zoltán egyébként még annó a Schneider Konrád alapította szekszárdi kerékpáros egyesület aktív versenyzője is volt. A nejem inkább aszfalton szeret bringázgatni, bár ő nekem ez a fő profilja, mert ő inkább tornázni szeret otthon, meg személyi edzői végzettsége is van. Én a legkisebbeket még csak országúton viszem, kihalt utakon, tehát ahol nincs nagy forgalom, meg néha most már telepre is a kicsi is eljön, mert ott ügyesedik. Mutasd be őket, a fiúkat! Adrián a legkisebb fiam, Manuel 2 évvel idősebb, Marcel önálló idősebb 2 évvel, és az Alexa. A 13. életévében járó lányuk, Marmarosi Alexa Ildikó tehetsége vitathatatlanul átlagon felül, nem hétköznapi. A szekszárdi DNS Valéria általános iskola 6-osa ugyanis a kezdők kategóriájában sikert sikerre halmoz. Teljesen mindegy neki, hogy országúti, hagyományos versenyről, esetleg időfutamról, vagy éppen mountain bike-ról, az ehhez hasonló, de nagyban eltérő terepversenyről van szó. A szekszárdi lány szinte garantáltan dobogós helyeken végez ezeken az országosan meghirdetett versenyeken. De legtöbb esetben, legyen szó bármelyik szakágról, nem talál legyőzőre. Szimpatikus szerénységgel éli meg ott legbelül ezeket a nem hétköznapi sikereket. Az országúti az, amit a fő, leginkább amit javasolnak, mert ugye abban eddig a legtöbb kiemelkedőbb eredményem, de nekem a személy szerint a kedvencem az az XCO. Magyarul a terepkerékpár a nagy kedvence, amelyen már nem egyszer diadalmaskodott, amelyben a korosztályának meghirdetett legutóbbi magyar bajnokságot is megnyerte. Persze az országúti szakágra is nagyon odafigyel már most Alexa. Az országúti mezőnyversenyen, ami ilyen 20 km fölötti táv volt tavaly, és arra számítok, hogy idén is annyi lesz körülbelül, úgyhogy én azt szeretném nagyon idén megnyerni, még az XCO OB-n szeretnék nyerni, bár az már kicsit nehezebb, azért szerintem nehezebb lesz, mint az országúti OB. Nem mondom azt, hogy annyira sok esélyem van ott is nyerni, de azért szeretnék mind a kettőn első helyezést elérni. A volt versenyző édesapja abszolút a helyén kezeli lánya korai sikereit, egyáltalán nem a közeljövő nagy bajnokaként tekint rá, mint aki jóval többre viszi majd, mint ő. Nekem nincsenek ilyen elvárásaim, tehát hogyha ő szereti csinálni, csinálja, kényszeríteni nem lehet, mert inkább azt gondolom, a motivációt kell fenntartani. Hogyha ő akarja, úgyis jó lesz, ha nem akarja, akkor én a fejem tetejére állatok, akkor se fog sikerülni. Az biztos, hogy a család minden segítséget meg fog adni ahhoz, hogy lányuk eljusson addig, amire tehetsége és szorgalma predesztinálja, és erkölcsi kötelesség lesz ez nekik, ha a testvér öcsik is a bringát választják majd sportáguknak, amire a jelekből ítélve jók az esélyek. Alexa egyébként azzal is tisztában van, miben kell még fejlődnie. Leginkább a technikám, mert ugye az ügyesség is egy eléggé fontos tényező minden versenyszámban, függetlenül az, hogy terepen mész-e vagy országúton. Hát azon kéne nekem mit még fejleszteni, mert azon van mit bőven. És hogy, amikor ilyen közel vagy, kanyarvétel, mezőnybe való manőverezés? Hát azok úgy egész jól mennek, de mindenem van még mit fejleszteni szerintem. Edzője Schneider Gábor azt mondja, edzői praxisában nem emlékszik, legyen szó fiúról vagy éppen lányról, ilyen összetett tehetségre, mint Alexa. Azért volt néhány kiemelkedő hölgyversenyzőjük is az elmúlt évtizedekben. Volt néhány jó versenyzőnk, tehát például a Prantner Anita, aki a triatlonból jött, ő nagyon-nagyon jó volt, de ő inkább országúton volt jó. Tehát az Alexának az a nagy előnye, hogy ő terepen is nagyon ügyes, bátor is, azt gondolom. Tehát ő azt lehet mondani, egy komplett versenyző, tehát mind a három szakákba, illetve ha úgy veszük négybe is, mert az országúti pálya, ami majdnem egyet jelent, illetve a mountain bike, illetve a ciklokroszba is, ami inkább a télen űzött sportágak. Nem lesz ez a bőségzavara?
hát, hogy előbb-utóbb szakosodni kell. Én azt gondolom, hogy nem, mert fiatalkorban pont az a lényeg, és azt gondolom, hogy más sportágokban is igaz ez, hogy minél több mindent kipróbálnak a gyerekek, annál sok oldalúbbak lesznek, tehát a kerékpár kezelése sokkal jobb lesz. Ha országút lesz a fő ága, ha mountain bike lesz, akkor is jó lesz. Persze nem szabad az ő esetében sem előre elkiabálni semmit, még a serdülőkorig is sok minden történhet, akár negatív értelemben. Minden esetre az országos tehetség edzeni most még nagyon szeret. Ezért is felkészítő edzője egy okból aggodalmasan tekint a közeljövőre. Vajon egy év múlva utol tudja majd érni, mint szenior versenyző tanítványát, ha egy edzésen újra a szálkai tetőre kell majd felkaptatnia?